Ahogy belépünk a szabadkai Antal öntödébe, megcsap bennünket egy semmi mással össze nem téveszthető illat. A gömgrafitos és a szürke öntött vas, az alacsonyan és magasan ötvözött acélok, valamint a speciális kopásálló ötvözetek öntéséhez szükséges alapanyagok szagának keveredése a magas hőmérsékletek hatására kellemes eleggyé áll össze. Az öntöde alapítása az 1930-as évekre tehető. Antal Mihály, a jelenlegi tulajdonos nagyapja, több év inaskodás után döntött el, hogy megnyitja nem csak a Vajdaság, de az egész régió első magánvasöntödéjét. Abban az években, mikor elkezdtek itten vasat önteni, akkor lapát volt, meg olvasztó kemence. Ez a legszükségletesebb, ami kellett ahhoz, hogy dolgozzanak és alkossanak valamit. Később alakultak ki azok az igények, hogy gépesíteni kellett. Ez már a 70-es években keletkezett, mivel már a termelés is nagyobb szinten haladt, mivel édesapám meg volt elégedve avval, amit akkor meg tudott teremteni, és nem tudott fejleszteni. Ezt a politikai helyzet is gátolta, hogy a kisipar fejlődjön. Aztán én 69-ben, amikor átvettem a műhelyt, akkor már itt volt a nagy Sever, Brasztvo, Sigma, erős volt Szabadka gazdasága, és jöttek és igényelték azt, hogy szerződéseket kötöttek velünk, és attól a pillanattól kezdtünk módosítani az elavult régi technikán. Ebben az azt jelenti, hogy elkezdtünk gépesíteni, és mai napig is folyik ez a gépesítés. A nagy precizitást követelő gépalkatrészek kiöntése mellett Antalék művészeti alkotások örökkétételében is részt vettek. Nagy szobrász művészek keresték meg őket, hogy domborműveiket ólomba öntsék. A nagy Jugoszlávia területén most jelen per pillanatban meg se tudnám számolni. Ez 100-200 szoborról van szó, ami nagy Jugoszlávia területén megtörtént. A szobraim eljutottak Szinájra, Japánba. Nagy munkájaim voltak Romániában, Székely udvarhelyen, Orbán Balázs és a többi. Nagyváradon dolgoztunk, Lóránci Zsuzsannát öntöttük. Szabadkán van még egy-két szobrász, akinek a munkájait most csináltuk utoljára, ez a Kosztolányi Dezső. Aztán Szabadkán a tereken megjelent szobrok 80%-a mindebben a műhelybe készült. Nagy szobrászoknak is öntöttünk, Beográd, Zsivkovics és a többiek. Itt voltak Cunagórac művészek, voltak itt Bosznia, horvát művészek. Azt megnevezni most már a korhoz képest elfelejtettem őket, mert már nagyon régen volt, ez a 70-es években történt, és utána kezdett lépülni a pénztelenség, és a szobrászok is hideg vízé dolgoztak, és azt, hogy bronzba öntöttünk valamit, az nagy kihívás volt. Manapság még nagyobb kihívást jelent a bonyolult gépek alkatrészeinek a megmunkálása. A megrendelők egyre precízebb, robotok által megmunkált öntvényeket kérnek a műhelytől. Ehhez nagy tudásra és modern gépekre van szükség. Megmunkálást kézi szerszámgépekkel kezdtük, kézi vezérlésű esztergapaddal és marógépekkel, de azonban a sorozatgyártás beindulásával felmerült az igény, hogy ezt automatizáljuk, ezeket a megmunkálási folyamatokat. Így ruháztunk be számítógép vezérelt marógépekbe és szerszámgépekbe, amelyből a legújabb beruházás egy számítógép vezérelt megmunkáló központban csúcsosodott ki.
fejlesztésekhez az Antal Öntöde igénybe vesz pályázati forrásokat is. A tartományi, gazdasági, foglalkoztatásügyi és nemi egyenjogúsági titkárság egy a munkájukhoz elengedhetetlen gép vásárlását támogatta. Az a legutóbbi beszerzéseink egyike, ezen a képen is látható modellkészítő marógép, amely azt a célt szolgálja, hogy az öntödei modelljeinket házon belül készítsük el, ugyanis kritikus része a folyamatnak, hogy az öntvények mintáról készülnek, és a mintaasztalosok megfagyatkoztak Vajdaságban olyan szintig, hogy jelenleg a környékünkön nincs is ilyen igényeket kielégítő mintaasztalos, és ezért az házon belülre kellett ezt a munkafolyamatot költöztetnünk, és ehhez szükségünk volt egy ilyen fa és alumínium megmunkáló marógépre, amelynek a részfinanszírozását a tartományi gazdasági titkárság is segítette tavalyi évben. A szabadkai Antal Öntöde a kertvároshoz közel, egy lakóövezet kellős közepén működik. A tulajdonosok szeretnének a közeljövőben egy ipari parkba költözni, ahol bővíteni tudnák termelési kapacitásaikat. Öntödéjük jövőjét a specializációban és az egyre precízebb késztermékek piacra dobásában, de a régi hagyományok szerinti szoboröntésben is látják. Egy mikrovállalkozásban kevesebb, mint 10 fő dolgozik. Éves forgalma nem haladhatja meg a 2 millió eurót. A kisvállalkozások alkalmazottjainak száma 50 főnél kevesebb. Éves forgalmuk 10 millió euró alatt van. A középvállalkozások esetében a határszámok 250 ember és 500 millió euró. Vajdaság gazdaságában meghatározó szerepet játszanak a mikro, kis és középvállalkozások. A tartományi gazdasági, foglalkoztatásügyi és nemi egyenjogúsági titkárság évek óta támogatja az ilyen vállalatok létrehozását, gép és felszerelés vásárlását, valamint munkahelyteremtését. Feldolgozásra váró deszkák állnak a tornyosi platán asztalos műhely udvarán. A család 5 generáció óta foglalkozik fafeldolgozással. Az ősök örökségét próbálják tovább fejleszteni. A szárítástól a festésig minden munkafolyamatot el tudnak végezni a faanyagokon. Öt köbméter anyagot tudunk egyszerre szállítani két kamrába, ezáltal nem szükséges akkora mennyiségű nyersanyagot tartani, tehát megérkezik az anyag, bemegy a szállítóba, 3 hét körülbelül egy ciklusnak a vége, az mikor bemegy, vagy az mikor készen van, akkor bekerül egy ilyen előkészítő raktárba az anyag, onnan aztán a gorombaszabások. Na most a gorombaszabások terén is tehát ott is pályáztunk egy gépre, egy ilyen kétfunkciós gépre, amivel tulajdonképpen sikerülne egy kicsit egyszerűsítenünk a goromba megmunkálást. Utána bekerül a deszka a műhelybe, gyaluljuk, vastagoljuk, hosszat vágunk, és akkor legutoljára kerül tulajdonképpen ide át, ahol a frézerekkel a különböző mintákat, tódásokat meg tudunk csinálni. Ebből a műhelyből ugye átmegy aztán a festőműhelybe, tehát az asztalos műhelyünknek van külön festő részlege, és akkor tulajdonképpen a fát minden, a mai kornak megfelelő minden színbe, mindenfajta minőségbe le tudjuk kezelni, vízbázisú festékeket használunk már nagyon régóta, amik ugye megfelelnek a mai követelményeknek. Huszárék fontosnak tartják a folyamatos beruházásokat a vállalkozásukba. Pályázatok útján próbálnak új eszközöket biztosítani ahhoz,
hogy minél gyorsabban és költséghatékonyabban tudjanak dolgozni. Tartományi pályázaton sikerült tavaly nyernünk egy ilyen fűrészpor etetőgépet, amivel tulajdonképpen a műhelyek és a szárítóknak a fűtését tudjuk zökkenőmentesen folytatni. Valamint most is pályáztunk a Prosperitate által kiírt pályázatokon. Most két gépre pályáztunk, azt hiszem, hogy ez a két gép, hogyha sikerülne, bízunk benne, ugye, hogy sikerül, ha sikerülne ezt a két gépet megnyernünk, akkor a műhely egy olyan teljes átalakításon menne végig, és tulajdonképpen a szárítástól egészen ugye a végterméknek a kidolgozásáig minden egy olyan technológiát kapna, ami megfelel ugye a mai kornak. Itt tulajdonképpen az asztalos műhelyben is az évek hosszú során ugye változnak a technológiák, a gépek kiöregednek, jönnek sokkal modernebb, sokkal precízebb gépek, és tulajdonképpen az idővel futunk versenyt a árakba, hogy a piacon tudjunk maradni, ahhoz tökéletes és minél precízebb gépekkel kell, hogy dolgozzunk, minél gyorsabban meg kell, hogy tudjuk csinálni azokat a munkákat, amiket ránk bíznak. A platánasztalos műhely tulajdonosai továbbra is fejleszteni szeretnék gépparkjukat. Bíznak abban, hogy a megbízható és gyors munkának köszönhetően nagyobb önkormányzati megbízásoknak is eleget tudnak majd tenni. A tartományi gazdasági foglalkoztatásügyi és nemi egyenjogúsági titkárság a mikro, kis és közepes vállalatoknak kiírt eszközfejlesztési pályázata által az utóbbi években számos cég felszereltségét javította. Arra jutottunk, hogy a vállalkozásoknál, hogyha gépet tud vásárolni, akkor azzal tud munkahelyet is teremteni, és fenntartható munkahelyteremtés, tehát a megvásárolt gépen dolgozó munkás már meg tudja termelni a saját bérét, illetve hasznot tud termelni a vállalkozásnak. Jó fogadtatásra talált a pályázat. Először 17-18 millió dinárra írtuk ki a pályázatot, utána már a következő évben egy 115 millió dináros keretet tudtunk biztosítani, és a legutolsó pályázati keretünk 75 millió dinár volt. Nagyon sok pályázat érkezik be, de így az évek során már több száz vállalkozásnak tudtunk segíteni, és van egy főszabály, aki már az előző kiírásokban kapott támogatást, akkor az a következő kiírásokban nem. Így Vajdaság szerte egyre több kis és középvállalkozás tud élni ezzel a lehetőséggel. Önrészt kell biztosítani, a titkárság résztámogatást vállal, és ezzel együtt sokkal nagyobb eredményeket tudunk elérni a vállalkozások és a titkárság együtt. Az egyik legismertebb európai autógyár számára gyártanak kábeleket
a zentai Tisza Automotív üzemében. A kedvező feltételek és a jó emberi kapcsolatok miatt döntött a Tisza Cipő ZRT magyarországi vezetősége a vajdasági telephely megnyitása mellett. Maximális van a támogatás a munkaerő keresésben, mert akkor mi forduljuk a SZIZ, ezt a helyi munkanélküli hivatalhoz, akkor onnan kapjuk maximális információt, ki keresi a munkát, és nyilván ebben a segíti nekünk a embereket keresésben. A másik van a programban, kaptunk ezt munkahelyi teremtési programot, részt vettünk a vajdasági tartomány segítségével. Most pillanatnyilag, ha jól emlékszem, ez 60 ember, most már kaptunk ezt a támogatást. Az úgy jelent, hogy 2 évet nekünk kell foglalkoztatni az embereket, és akkor ezt a pénzet, amit mi befektettünk, hogy a tanulják dolgozni, vissza is fogjuk kapni az államtól. A tartományi kormány 140 ezer dinárral járult hozzá az új munkások foglalkoztatásához. De a zentai önkormányzat és a köztársasági kormány is segítette a zentai beruházás létrejöttét. Ez a gyár, ez a perspektíva szempontjából fontos azok számára, akik itt élnek, azok számára, akik dolgozni akarnak, azok számára, akik tanulni akarnak, egy elérhető lehetőséget jelent. Azt gondolom, hogy nem válogathatunk a lehetőségek közül, minden lehetőségnek örülni kell. Ez egy olyan lehetőség, amelyik azt eredményezi, hogy az idén 500-an dolgoznak itt, jövőre pedig, hogyha minden igaz, akkor 1000-re fog nőni az alkalmazottak száma. Ez egy olyan gyár, amelyik fejlődni fog, ez egy olyan gyár, amelyik hasonlókat fog ide vonzani, és azt gondolom, hogy ez nem csak országos szempontból, hanem elsősorban kisközösségi szempontból hihetetlenül fontos. A vállalat beruházása nagyban javított a Zenta község és az egész térség foglalkoztatási mutatóit. Nem egészen egy év alatt 1000-rel kevesebb lett a munkanélküli a község területén. Számunkra örvendetes, hogy az elmúlt egy évben a 2400-ról bejelentkezett munkanélkül lecsökkent 1400-ra. A mi fölmérésünk szerint az azt jelenti, hogy körülbelül egy év alatt 500 új munkahely nyílt. Itt nem csak a Tisza Automotívra, a Raszkó Tampra is gondolunk, és más cégeknek is, akik valami módon ezeknek a cégeknek beszállítói is. A tartományi gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási és nemi egyenjogúsági titkárság támogatja az új munkahelyek létrehozását. Minden új munkahelyért szubvenciót fizetnek a vállalatnak. A kezdetektől fogva együttműködnek a Tisza Automotív Kft-vel. Valamikor a 2014-es év elején léptek kapcsolatba a gazdasági titkársággal, fölvázolták a terveiket, mi elmondtuk, hogy miben tudunk segíteni, milyen beruházás ösztönző támogatásaink vannak, miben tudunk partnerek lenni. És hát ezeket a lehetőségeket figyelembe véve, ezeket is figyelembe véve, a befektető úgy döntött, hogy ide fog jönni Vajdaságba. A zentai önkormányzat aktív hozzáállásának köszönhetően úgy döntött, hogy Zentára fog jönni, és egyéb más körülményeket figyelembe is úgy döntött, hogy Zentára fog jönni. Mi ezt támogattuk. A megbeszéltek szerint ők bejelentették az év közepén, hogy szeptember 29-én fogják megnyitni a gyárukat 2014-ben. Ők ezt meg is tették, és ahogy megbeszéltük, mi az új munkahelyek nyitásához támogatást nyújtottunk. Akkor mintegy 70 munkással kezdték el a munkát. Ma már több mint 600 munkás dolgozik ebben az üzemben, és további fejlődés előtt áll, további munkahelybővítés előtt áll a gyár. Vajdaság továbbra is kiváló feltételeket kínál a különféle fejlesztésekhez, ezzel is bizonyítva számukra, hogy érdemes Szerbiában, ezen belül elsősorban Vajdaságban befektetniük.
A topolyai Ake Gyantár vállalat 20 évvel ezelőtt alakult meg. Tulajdonosai először fele-fele arányban a németországi világhírű gépgyártó cég és a topolyai Gyantár család voltak. 3 éve Gyantárék kivásárolták a külföldi partnerüket, így most családi vállalkozásként működnek. Ebben a cégben mostanom 20-an dolgoznak, ebből 6 üzletkötő van folyamatosan úton, egész Szerbiába utaznak, megvan Meliknek, Melik a Melik részén utazik. Hetente összegyűjtjük a szerszámokat, elhozzuk ide a Topolyára, ebben a cégben megfelújítjuk, átélezzük, és következő héten pedig visszük vissza. Ez eléggé nehéz ez a mai világban ezzel foglalkozni, mert minden drágulnak a benzin, az áram, a gáz, minden drágul, az árakat pedig hát nem bírjuk emelni, mivel hát ilyen a szint már majd a megélhetőség. Minden cég nehezen valósítja meg a jövedelmet, de valamiképpen majdnem nulla haszonnal, de meg vagyunk. Ahhoz, hogy valamiképpen tovább lépjünk, új gépeket vegyünk, amit régebben megtehettünk, mámaja ez nehéz, itten csak akkor tudjuk megtenni, ha vagy a Vajdasági Kormány, vagy a Prosperitét, vagy valamelyik alapítványból kapunk segítséget. A topolyai családnak egy saját bútorlapokat készítő, méretre szabó és forgalmazó cége is van. Ennek a szerszám ellátása mellett a legnagyobb szerbiai bútorgyártó vállalatokkal működnek együtt. Az ő ellátásuk miatt is fontos számukra az állandó fejlődés. Mivel egyelőre a gyémánt élezőkép megvan, ezzel csak eddig még csak a meglévő szélszámokat újítottuk föl, de most már eljutottunk oda a tudással és a háttérre, akik vannak nálunk az alkalmazottak, hogy tudnánk új szélszámokat is gyártani, új Szerbia részére, új a környező Bosznia, Magyarország, a környező országok részre tudnánk kivitelre is, de ahhoz, hogy eljussunk arra szintre, hogy vagyis legyen itt legalább megint egy 300 ezer euró beruházás kellene ahhoz, hogy megvegyük az előkészítéshez szükséges gépeket. Meg újból kellene még egy élező, gyémánt élező is, mert véletlenül ha megtalál állni valamilyen szerviz miatt, amit külföldről tudnak csak szervizölni, az bele minimum két hét rámegy. A 2 hétig nem tudjuk egy formaideált, egy matiszt, egy targetot ellátni szélszámmal, akkor pedig az már egy cső. Az ilyen és ehhez hasonló fejlesztésekben a vajdasági kis- és középvállalkozások továbbra is számíthatnak a tartományi gazdasági, foglalkoztatásügyi és nemi egyenjogúsági titkárság segítségére.